Ezeket a felvételeket egy évvel ezelőtt a háború kitörése után pár nappal készítette stábunk a Kijevhez közeli Zsitomír térségében. Több tíz kilométeres kocsisorok, az emberek a bombázások elől az ország nyugati részébe menekültek, Kelet- és Közép-Ukrajnából. Az autótorlaszok akkor még 600 kilométerrel tovább a Kárpátalja és Lemberg megye közigazgatási határán lévő ellenőrző pont előtt is legalább 40 kilométeresek voltak. Százezrek, milliók mentek át úgy Lemberg megyén és Kárpátalján az EU felé haladva, hogy a helyiek nyújtottak segítséget számukra. A menekültek ellátásában Magyarország a háború kitörése óta aktív szerepet vállal. Nagyon köszönöm a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségét. Nagyon fontos munkát végeznek, és nagyon hálás vagyok azért az 1 millió menekültért, akiken Magyarország segített, akik ott második otthonra leltek a háború alatt. Hatalmas segítség a barátságért, mert így tudjuk, hogy ha bajban vagyunk, van kihez fordulni. A menekültválságot jól ismerő szakemberek attól tartanak, hogy a háború és az egyre gyakoribb áramszünetek miatt hamarosan egyre többen indulnak útnak Kárpátalja, valamint az Európai Unió irányába. Nagy a valószínűsége annak, hogy amikor beállnak a hidegek, akkor újra sok ezer ember fog Kárpátaljára költözni. Úgyhogy készülnünk kell arra, hogy legyenek meg az ellátóhelyek, legyen olyan segélyáru, nem tudom, generátor, üzemanyag, tehát én arra készülök, adná az Isten, hogy ne legyen igazam, hogy nagy létszámú, bajba jutott embert ellátására kell berendezkedni. Sokan azonban Kárpátalján maradnak, és például a tábori konyhákat veszik igénybe. Ungvár egyik belvárosi parkjában is nyílt egy ilyen, ahova menekültek mellett azokat is várják, akik az áramszünet alatt nem tudnak otthon főzni. Mindenki számára igyekszünk meleg ebédet biztosítani. Mivel gyakoriak az áramkimaradások, sokszor a lakosságnak nincs lehetősége főzni. A megmaradt ételt a városunkban lakó belső menekültekhez juttatjuk el, mondta az akció kezdeményezője. Meglepet, hogy ingyen tudok itt étkezni. Ha fizetni kellene, gondolom 200-300 hrivnyába kerülne az ebéd. Nehéz időket élünk, különösen a menekültek, mondta ez a belső ukrajnai menekült. Bár a tél eddig szerencsére kegyes volt az ukrajnaiakhoz, félő, hogy az ezt követő komolyabb fagyok miatt egyre többen fogják elhagyni otthonukat a túlélés érdekében. A békésnek számító Kárpátalja viszont továbbra is biztos pontnak számít a belső menekültek számára, akik már legalább 400 ezeren lehetnek a vidéken.